A tavalyi idény hullámvölgyekkel teli teljesítménye után idén az volt az elsődleges célja a Fátum Nyíregyházának, hogy akár a bajnokságban, akár a Magyar Kupában felérjen a dobogóra. A kupa sorozatban vasárnap nyílt erre lehetőség, ehhez a Kaposvárt kellett legyőznie Tomasz Varga csapatának a Budapesten rendezett bronzmérkőzésen. Sokáig úgy tűnt, ezúttal is elúszik az érem, a Kaposvár ugyanis kétszettes előnyre tett szert. Ezt követően javult fel a nyíregyháziak játéka, a csapat pedig végül nagy küzdelemben 3-2-re legyőzte ellenfelét. Mohácsi Máté ügyvezető azt mondta, mind a csapat, mind az egyesület életében komoly siker a harmadik helyezés. Az első célt teljesítettük, hiszen ez a bajnoki bronzérem, mint korábban a játékosok is említették, majd hogy nem egy aranyéremmel ér föl, hiszen a Vasas elleni komoly elődöntő után tudtunk egy nagy rivális ellen, a Kaposvár ellen győzelemeskedni, ráadásul 0-2-ről felállva, komoly energiákat mozgósítva és egy drámai csatában 3-2-re behúzni ezt a bronzérmet, úgyhogy nagyon büszke vagyok mind a lányokra, mind a szakmai stábra, hogy ez sikerült. Pampuch Csaba másodedző szerint a harmadik szett megnyerése döntő fontosságú volt. A csapat akkor hitte el igazán, hogy képes a sikerre. 2-0-ra úgy vezetett a Kaposvár, hogy nem is gondoltuk volna, hogy mi ilyen rosszul játszottunk, de hál' Istennek harmadik szettől kezdve nagyon határozottan változott a játéképe, és ezzel megleptük úgymond a Kaposvárt, mert utána ők is elbizonytalanodtak, hál' Istennek. Beleléptek abba a cipőbe, amiben mi voltunk az első két szettbe, és utána mi egy jó magabiztos játékot produkálva szerintem megnyertük úgy a mérkőzést, ahogy mi szerettük volna. A csapat rutinos feladója Kovács Francesco Henesis azt mondta, a csapat túlizgulta a mérkőzés első felét, az első szett megnyerése után azonban türelmesebb és koncentráltabb játék következett. A gárda jövő héten ismét a Kaposvár ellen lép pályára a bajnokság negyed döntőjében. A játékos szerint a mostani győzelemnek köszönhetően magabiztosabban tudnak készülni az első fordulóra. Már tudtunk, mit kell csinálni, mit nem, hogy nem szabad izgulni, és kellene egy kicsi még koncentrálni, minden pont nyugodt lenne, és szerintem tudunk magabiztos menni ez az első meccs. A hazai tétmeccsre néhány napig Pozsonyban készül a Fátum, a csapat két edzőmérkőzést is játszik a hét folyamán Szlovákiában.